Március 16-a a határidő, közelít a helyi adók befizetési ideje. Nőnap és közgyűlés, ünnepelt a Nyugdíjas Egyesület. Az év csapata a Vármegyében, az olvasók szerint az ONKC a legjobb. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió március 10-i pénteki híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk, mi történt Orosházan az elmúlt napokban. Március 16-a a helyi adó befizetésének legközelebbi határideje. Érdemes betartani, hiszen ezzel elkerülhető a késedelmi pótlékok megfizetése. Hamarosan be kell fizetni a helyi iparűzési adó esetében a tavalyi évben benyújtott bevallások alapján előírt előleget és az építményadó első részletét, a második részlet szeptember 15-én lesz esedékes. Az egyenleg közlő levél elektronikus kapcsolattartásra kötelezetteknek ügyfélkapura vagy cégkapura érkezik meg. Akik számára az elektronikus kapcsolattartás nem kötelező, papír alapon kapják meg az egyenleg értesítőt és a befizetéshez szükséges csekkeket. A 2023-as évtől változásokat vezettek be az iparűzési adóval kapcsolatban. A könnyítés lényege, hogy lehetőség nyílik különböző bevételi sávok melletti fix összegű iparűzési adó fizetésére azoknak a kisvállalkozóknak, akinek a bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, kiskereskedelmi tevékenységet folytatók esetében pedig a 120 millió forintot. Dr. Burai Mihály jegyző elmondta, ennek az adóalap megállapítási módnak a választását május 31-ig kell bejelenteni az önkormányzat felé, az ő esetükben az előlegfizetés időpontja május 31-e. A gépjárműadó kapcsán nem az önkormányzat az illetékes, hanem a NAV. Erről is tájékoztatott Orosháza jegyzője. A gépjárműadót már nem a települési önkormányzat számlájára kell megfizetni, hanem a NAV szedi meg be a gépjárműadó megfelelő összegét. A gépjárműadó befizetése pedig a NAV által közölt módon az ott megjelenített csatornákon történik. Március 8-án a Petőfi Művelődési Központ Szokolai Sándor termébe érkeztek az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének tagjai. Itt tartották meg közgyűlésüket, majd a város polgármestere Dávid Zoltán köszöntötte nőnap alkalmából a szervezet hölgy tagjait. Közgyűlés tartott március 8-án a Petőfi Művelődési Központban az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete. A tanácskozást követően Erős Károly az egyesület elnöke vezette fel a nőnapi köszöntéseket, felolvasta az egyesülethez érkezett üzeneteket, jó kívánságokat. Elsőként Huszárik István köszöntötte a megjelent hölgyeket a teljesen megtelt Szokolai Sándor teremben. Ezt követően Debrecenénél jártó Róza köszöntötte az egybegyülteket. Mint mondta, ő maga is nőként, nagy és dédszülőként érkezett a Petőfi Művelődési Központba, és a Nemzetközi Nőnap alkalmából ismertebb hölgyek neveit és a velük kapcsolatos kisebb történeteket, érdekességeket mesélte el. Végül Orosháza polgármestere Dávid Zoltán következett, aki a város önkormányzatának nevében is köszöntötte az egyesületet, különösen a hölgy tagjait. Örömét fejezte ki, hogy olyan sokan összegyűltek a Petőfi Művelődési Központban, és támogatásáról biztosította a jelenlévőket. A polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a Nyugdíjas Egyesület hölgyeinek Orosháza is rengeteget köszönhet, majd meg is ajándékozta a szervezet jelenlévő tagjait. A mai napon a nőket ünnepeljük, a Nemzetközi Nőnap alkalmából, mint városvezető, itt a város önkormányzatának minden tagjának a nevében boldog nőnapot kívántam minden hölgynek, és azt kívántam, hogy egészségben és nagyon sokáig még tudják látogatni az egyesületüket, és nagy örömmel szolgál, hogy most ilyen sokan most is eljöttek erre a rendezvényre. Kiállítással készült a Momentum az Árpád kertben, amelyel a nőket érintő fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet. A tárlat március 15-ig látható. Március 8-án nőnapon került ki ez a három plakát az Árpád kertbe. Egy sajtótájékoztatón Sebő Kéva országgyűlési képviselő, illetve Németh Sándor megyei képviselő ismertették a Momentum helyi szervezet által megrendezett tárlat célját. Olyan nőket érintő ügyeket mutatunk be a plakátokon, amelyekről többet kellene beszélnünk. Nem ez volt az első hasonló kezdeményezése a párt helyi szervezetének. A Momentum megalakulása óta azt vallja, hogy a nőnap nem csak a csokiról, a virágról és az apró ajándékokról szól. Három évvel ezelőtt egy gerilla kiállítást is szerveztek Orosházán, akkor elfeledett, nem mindennapi nőket mutattak be. Úgy gondoljuk, hogy nemzetközi nőnap kiváló alkalom arra,
hogy beszéljünk ezekről a nagyon fontos kérdésekről, mint a szülészeti erőszak, a láthatatlan munka, a nőket élő munkahelyi diszkrimináció, az anyaság nehézségei, és hogyan tudjuk könnyebbé tenni az anyák életét is, igazságosabbá tenni a nők életét. A plakátkiállítás Orosházán március 15-ig tekinthető meg, ezt követően egy-egy hétre Mezőkovácsházára, Szarvasra, majd Batonyára költöztetik a tárlatot. Békés vármegye legnépszerűbb sportcsapata az Oxo Energy Orosházi NKC NB1B is együttese. Ünnepélyes keretek között adták át a Békés megyei hírlap és a beo.hu hírportál az év sportolója és az évember szavazás díjait a gyulai Almási kastélyban. Az idei évben 46. alkalommal hirdetünk győztest az év sportolója és 16. alkalommal az év embere kategóriákban. A Békés megyei hírlap és a beol.hu hírportál az év sportolója és az év embere szavazás díjait a gyulai Almási kastély Stefánia szárnyában adta át március 7-én. A verseny szervezője azokat a példaadó Békés vármegyei polgárokat kutatják fel, akik sokat tesznek közvetlen környezetükért, embertársaikért, erősítve ezzel a közösséget. Dr. Takács Árpád Békés vármegye főispánja beszédében rámutatott, hogy a gálán elismert emberek mindennapi hősök. Legyenek közéleti szereplők, szakmájukban kiválóan teljesítő személyiségek, vagy akár sportemberek. Akik itt vannak ma és díjakat kapnak, azok azt hiszem, hogy nem habókos álmodozók, hanem elszánt, megszállott emberek, sikerkovácsok, a saját sikerüknek a kovácsai, meggyőződéssel vallom. Pocsai Rihárd, a Békés megyei hírlap és a beol.hu főszerkesztője ismertette, hogy az év sportolója elismerést először 1978-ban adták át. Akkor közel 4700 szavazatot küldtek be a lap olvasói. Azóta az olvasók mellett egy szakmai zsűri is dönt. Idén a közönség szavazás során csak nem 10 000-en voksoltak, ami azt is mutatja, hogy Békésben nagyon sokan érdeklődnek a sport iránt. A közönség díjasok közül az évnői csapata kategóriában a legtöbb szavazatot az Oxo Energy Orosházi NKC kapta. Nagyon örülünk neki, másodszor pedig nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg szavazatot, amit az olvasóktól kaptunk, nagyon magabiztosan gyűjtöttük be az első helyet, remélem, hogy a továbbiakban is ennyire népszerű lesz az Egyesület. A csapatot a helyszínen köszöntötte Dávid Zoltán polgármester is. Gratulálunk nekik ezúton is, és további sporti sikereket kívánok nekik. Az ünnepségen elhangzott, hogy az együttes azért kapta a jelölést, mert az előző évben a 8. helyen végzett az NB1B felsőházi rájátszásában, illetve ebben a szezonban is jó szerepel a jóval erősebb összevont másodosztályú bajnokságban. A sikerben osztoznak azok a játékosok, akik ebben a szezonban már nem tagjai a csapatnak, illetve a korábbi vezetőedző Herbert Gábor is. A további díjazottak névsorát keressék az Oroskafén. Minden zöld, narancssárga és fehér színbe öltözött március 6-a és 10-e között a református két tanítási nyelvű általános iskolában. Ennek oka, hogy írhetet tartottak az intézményben, melynek részeként csütörtökön szakmai napra várták a környék iskoláinak angoltanárait. 70 vendégpedagógust fogadtak a csütörtöki napon a református két tanítási nyelvű iskolában. A környékbeli települések iskolái mellett Gyuláról, Kisújszállásról, Berettyóújfaluból, Vésztőről és Szegedről is érkeztek angoltanárok a szakmai napra. Az iskolában egész héten Írország és az ír kultúra állt a középpontban. Minden évfolyam megismerkedett az ír nép legfontosabb jelképeivel, történelmi személyeivel, nevezetességeivel. A kicsik, mint ahogy látható, nagyon sok kézműves munkát készítettek. Itt az egész folyosón láthatóak a különböző Írországhoz kapcsolódó munkák. A nagyobbak a dekorációban segítettek, illetve készültek arra a két nyílt órára, bemutató órára, amit egy vendégtanár, Sean Thompson fog tartani. A csütörtöki szakmai találkozón előbb a református iskola egyik angoltanára tartott órát a közelgő Szent Patrik nappal kapcsolatban, őt követően pedig a várva várt vendégelőadó Sean Thompson foglalta el a katedrát. Az ír származású pedagógus arról kérdeztük, szerinte milyen módszerrel lehet a leginkább eredményes az oktatás, ő az interaktivitásban hisz. Magyarországon, meg sok helyen, az mindig az volt, hogy a tanár rengeteg tudása adja a gyerek. Az jó, az természetesen. De nézzünk meg, hogy van YouTube és mindenféle eszközök, amit otthon a gyerekek hallgatnak, az angolt, dalban, videók, mindenféle. És annyi internet
weboldal van, hogy lehet otthon tanulni. De ugye a tanár a lényeg, mert a tanár kell. Az orosházi iskola hagyományteremtő szándékkal rendezte meg ír hetét és szakmai napját. A következő tanévben is szeretnék majd valamelyik angol száz ország kultúráját bemutatni és módszertani tanácsokkal gazdagítani az angol pedagógus közösséget. Egészségmegőrző program helyszíne volt március 7-én a Veszli János iskola. A Mindenki táncol nevet viselő esemény keretében a diákok vendégeik segítségével tánckoreográfiákban, majd zeneterápián vettek részt. Antalini Elek Judit, vagy ahogy a legtöbben ismerik Ditta, korábban már több közösségszervező programon vett részt a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczi Telepi tagintézményében. Ott merült fel először a közös tánc lehetőség, amit meg is valósítottak. Innen indult át útjára a Mindenki táncol nevet viselő egészségmegőrző foglalkozás, ami február 7-én a Veszli János iskolában folytatódott. Mozgásterapeutaként nagyon sok egészségmegőrző foglalkozáson veszek részt, és szívesen tartok is. Úgyhogy onnan jött ez az ötlet, hogy a tánc egy jó kis közösségépítő, lélekmelegítő dolog, egyben szórakozva mozognak, és észre sem veszik, hogy egészségfejlesztő foglalkozást tartottunk. A kedd délelőtti foglalkozáshoz a Nagyszénási Kulturális Központ vezetője S. Nagy Péter is csatlakozott, aki a táncos foglalkozást követően zeneterápiát tartott a gyerekeknek. Ditta elmondta, hogy több helyszínre is szeretné még tovább vinni a Mindenki táncol programot, jelenleg az időpontokat egyeztetik. Rengeteg kakas díszíti Labádi Sándor házát Kakasszéken. A férfi 60. születésnapjára kapta meg gyűjteménye első darabját. Akkor úgy gondolta, nem is lesz több, de 12 évvel később már 400 kakas díszíti otthonát. A vendégek érkezését is kakas kukorékolás jelzi Labádi Sándor Kakasszéki házánál. A nyugdíjas sofőr 12 éve gyűjt különféle kakasokat. Virágtartók, edényfogó, órák, valamint kisebb-nagyobb figurák is előfordulnak. A falon lévő kakasos kendőt például egy osztálytalálkozó alkalmával szúrta ki, azzal voltak letakarva a pogácsák. Gyűjteményével kakas fesztiválokra is jár, az erről készült képeket egy albumban őrzi, minden fotóhoz van egy története is. Horvátországban voltunk a határőrökkel. Nagyatádon, és kimentünk Horvátországba. Azt egyszer a lezelős hátra szólt, te, kakasos, azt mondja, de látod ott mennyi kakas van a tetőn? Mondom, látom. Azt mondja az idegenvezető, állj az egész, azt mondja. Be lehet menni, bementünk. Az egy, olyan volt, beértünk a faluba, ott minden kakas volt. A 400 darab kakasra már a francia elnök is felfigyelt, és díjjal, valamint oklevéllel jutalmazta a kimagasló gyűjteményt. Labádi Sándor elmondta, minden darab egyformán kedves számára, melyek közül az első a kertben álló szélkakas volt. Van egy baráti társaságunk, és 60 éves nyugdíjba vonulásom, meg születésnapom alkalmából vették azt a szélkakast, ami ott kim van. És akkor így indult el. Ahol mindig vettem ott párját, ezt-azt, ott abba is hagytam, ahol a kerékkel. Aztán megláttam a piacon, azt vettem mindig. Mindig vettem, azt nagyon elszaporodott. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Március 16-a a határidő, közelít a helyi adók befizetési ideje. Nőnap és közgyűlés, ünnepelt a Nyugdíjas Egyesület. Az év csapata a Vármegyében, az olvasók szerint az ONKC a legjobb. Önök az Orosházi Városi Televízió március 10-i pénteki híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb jövő hét kedden várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!